A 4 méteres acélszobor egy révész tükörképe. A köztéri mű a nagyközség központjában helyezkedik el, az itt élők őseik iránti tiszteletét fejezi ki a szimbólum, hangzott el a rendezvényen. A szobor egy tuzséri házaspár, Pitti Zsuzsanna és Boros Miklós János alkotása. A révész szobor jelkép, amely kapcsolatok létesítését és ápolását hordozza magában, emelte ki Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében. A közösségek felhasználják állami ünnepeinket, nemzeti ünnepeinket, hogy egy régóta hiányzó alkotást bemutassanak a nagy közönségnek, és hogy a művész fogalmazott, igen, az akkor látszik ennek az alkotásnak a szükségessége, hogyha a hiányát észrevesszük. Most már ez itt lesz a tuzséri, aki a következő évszázadokra, és a hiánya az nyilvánvalóan fájna a helyi közösségnek, míg a létezése az most már természetes lesz. Tuzsér és a Tisza mindig szoros kapcsolatban álltak egymással. A folyó jelentősen befolyásolta az emberek életét, sokan halászattal foglalkoztak. A tuzséri rév egészen 1872-ig működött, ami fő bevételi forrást jelentett a településnek, az itt élő révészeknek pedig munkát adott. Államalapításunk ünnepén a település évfordulójára is emlékeztek. 805 éves idén településünk, és ennek tiszteletére is felavattunk egy szobrot, a Tuzséri Révész című szobrot, amely 1000 szállal kötődik Tuzséri település. Ez a tuzséri ember életében ugye megalakulástól kezdve jelen van a Tisza, és ennél fogva a révész mesterség. Volt egy időszak például, amikor a falu 2/3 révésznek nevezték. Máté Szalkán a református templomban istentisztelettel kezdődött a magyar állam alapításának ünnepe. A Szent Korona hű másolatát láthatták az ünneplők, megáldották az új kenyeret. Az egész magyar kereszténység ünnepe augusztus 20-a, Szent István a legnagyobb országépítő királyunk volt, emelték ki az ünnepségen. Mi a városunkat építjük, épp ezért jelentjük be itt ünnepélyesek keretek között Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrral azt, hogy 720 millió forintos területfejlesztési operatív programos pályázat elnyerése után megújul a komplett Kossuth utca, és nagyon-nagyon sok szép dolgot fogunk Szent István nyomdokain járva építeni Máté Szalkán az elkövetkezendő időszakban. Az ünnepségen kitüntetéseket adtak át, az István a király című rockopera dalait pedig a Talán Teátrum adta elő.